Laci bácsi, beszélgessünk egy kicsit annak a tradíciójáról, amikor a kulcsátadás történt. Maga ez a diákigazgató megválasztása, illetve a kulcsátadás, mint jelkép, mikor ötlött fel először is, és a hogyan? Kollégiumban nőttem fel, ahol gyakorlatilag volt mindig diák önkormányzat, egy olyan kollégiumban nevelkedtem, a Debreceni Református Kollégiumban, ahol a kollégium igazgatónak volt egy úgynevezett diák önkormányzata, akikkel hetente, két hetente leült, és nagyon komolyan megbeszélte velük. Nekem abban a szerencsés helyzetben volt részem, hogy mint jó tanuló, jó sportoló ebbe a diák önkormányzatba benne voltam. És nagyon szerettem azt, hogy komolyan veszik a véleményünket, hallgatnak. Természetesen, hogy a részvételi aktivitás, a motiváltság, annak az eredményessége, a sikere, az mindig biztosabb, mint hogyha valaki kitalálja, és akkor azt próbáljuk végig. Az elejétől kezdve valamilyen formáját ennek a diák önkormányzatnak, elsősorban a gyermekotthonban, akkor ugye nevelő otthonnak neveztük, az iskolában ugye a mozgalmi munkát az iskolai úttörő csapat, hiszen az is a gyerekeknek a véleményét kikérni, és nem csak kikérni és meghallgatni, hanem annak amennyiben nem olyan szélsőséges, vagy nem megvalósítható, vagy veszélyekkel járna, akkor mindenképpen valósítsuk meg ezt, és egyre jobban megszokták, megtanulták. Nagyon fontos volt, hogy a felelősséget is átadjuk, hogy rendben van gyerekek, ezt csináljuk, belevettük a programba, szinte 80-90%-ában általában gyerekek véleménye volt, és a mi véleményünkkel is egyeztetett dolgokat, és akkor ők érezték, ők is vezényelték végig, hiszen ugye volt egy jelképes kulcsátadás, egy ilyen nagy kulcs, amikor végül is ugye felsorakozott az intézet felnőtt vezetése, a gyerekvezetők, és akkor ki a párján ott ugye tudta, hogy ő lesz a szakmai egységvezető, vagy szakmai vezető a nevelő otthonba, vagy az iskola vezető, vagy a nem tudom én milyen csoportnak a vezetője, vagy ottan egy beosztottanál, ugye voltak ilyen kis jelzések, a nevük ki volt rá írva, hogy nem tudom én, ő a Nóra néni, másik a Laci bácsi, harmadik a Erzsike néni, tehát és volt egynek, akinek az volt odaírva, hogy a gyermekváros igazgató, és formálisan is megkapta ezt a kulcsot, de ez nem csak formálisat jelentett, hanem innentől kezdve, ugye hát mivel én voltam az igazgató, aki ilyenkor előre egy kicsit nyugdíjba helyeztem magamat, mondom én most már 20 éves nyugdíjazásom után, aki örültem annak, hogy csak járkáltam az udvaron, és hogy mondjam, megmondom őszintén, nagyon keveset kellett szólni, vagy valamit mondani a vezetőknek, hogy figyeljetek már oda, mert itt vagy ott probléma van. Szerintem csodálatosan végigvezették, ügyesen végigcsinálták. Érdekes módon még azt is be kell vallanunk, hogy sokszor a gyerekek talán néha jobban is hallgattak a gyerekvezetőkre, mert ők is dukkoltak annak, hogy jól sikerüljön, hiszen ők is szereplői voltak ennek az egész kis játékosnak, de mégis mi nagyon komolyan vett demokratizmusunknak, aminek talán az is lett az eredménye, hogy nagyon sok gyerekünk, aki most visszajön fiatalemberként, dolgozik itt vagy ott, és mondja, hogy bizony itt megtanulta a vezetésnek egy-egy mozzanatát, a szervezést, annak a demokratikus részét, tehát úgynevezett ugye egy kicsit a mindennapi életre való eligazodást, és anélkül, hogy ezt könyvekből külön tanítottuk volna, a gyakorlatban vették végig, és ez egy nagyon jó dolog, hogy ez megvan. Én nagyon köszönöm most is az akkori vezetőknek, gyerekeknek, fiataloknak, mert tényleg jó volt velük megbeszélni, de ez nem egyszeri dolog volt, szeretném hangsúlyozni. Mit gondol Laci bácsi arról, hogyan érzékelte Laci bácsi, mikor a diák önkormányzat által megválasztásra került, illetve a gyerekek által, illetve a csoportok által ajánlott gyermekigazgatók megválasztásával kapcsolatosan. Hogy gondolja, hogy látta, hogy ez mennyire volt presztízs jellegű ez a kérdés, hogy ki legyen az igazgató, igazgató helyettes, és így tovább? Nagyon egyszerű rá őszintén szóló válasz, mert azért a 30 év tapasztalat sok mindent változatos.
meg kell mondani őszintén, hiszen a csoportok összetétele mind a gyerekek, mind a felnőttek esetében változott. Ahol ezt a felnőttek és a gyerekek is egységesen, és nem egymás ellen, vagy nem egymás kiátszva csinálták, ott én úgy gondolom, hogy ott is a belső felelősségi rendszer, a feladatok elosztása tisztességesen ment, és szinte kitermelte, kinevelte, ebben szólva, ugye a csoport a saját embereit, akiket nyugodtan tudott javasolni, mert ugye javasolni kellett, és a diák önkormányzat vezetőket megválasztották szavazással, tehát ugye ottan verseny volt két-három gyerek között, ugye lányok és fiúk is indultak ezen, és bizony azért nem kevés, néha volt 3-4 olyan jelölt is, amikor én is azt mondtam, hogy ha most megkérdeznének, nem biztos, hogy egyértelmű lenne a válaszom, mert mindegyiket képesnek tartottam arra, hogy ezt a feladatot ellássa. Hosszú időken át, ha jól emlékszem, 10-14 éven keresztül én voltam a gyermekváros gyermekigazgatója a gyermeknapokon. Azért az én időmben voltak úgymond harcok, hogy ki legyen az a személy, aki erre a posztra rátermett, illetve ki az a személy, akit ugye a diákság elfogad. Hát én ezt megtapasztaltam, és jó érzés volt. Tehát a kérdésem az, hogy amikor ez diákönkormányzat részéről megválasztásra került, volt-e olyan precedens eset, amikor a akkori valós vezetésnek bele kellett szólnia, hogy őt inkább ne választanak egymásodat? Volt, biztos, hogy volt, hiszen a vezető társaimmal együtt is bizonyos értelemben volt közöttünk nézeteltérés, ha szabad így mondani, vita, és a gyerekek megítélésében is, hiszen ennek talán egyik oka az volt, hogy nem mindig egyforma szituációban láttuk a gyerekeket, vagy nem mindig egyforma módon, hiszen voltak iskolai vezető részlegvezetők, akik ebbe beleszólhattak, vagy véleményt mondhattak, volt nevelő otthonvezető, óvodavezető, gazdasági vezető, pártitkár, szakszervezeti titkár, tehát volt ott bőven, ugye azt hiszem 9-en ültünk ebbe az akkori szakmai állami vezetők és egyéb politársadalmi vezetők, úttörő csapatvezető egyebek, tehát ugye volt, amikor bizony nem egyformán. Hát én azt gondolom, hogy azért az mindig is rendező el volt, hogy lehetőleg olyan gyereket, olyan fiatalt, mert ezek általában nem gyerekkorúak, hanem inkább fiatalkorúak, tehát 14-18 évesek voltak, vagy belenőtek ebbe a funkcióba, vagy később, ugye mikor már tovább itt lehetett maradni 18 év korán, akkor vitték tovább magukkal ezt a választást. Mindenkinek ez egy kis presztízs kérdés volt, hogy ki csoportjából, vagy honnan került ki a diák önkormányzat vezető, bármilyen módon is, ez egy elég nagy tisztesség volt annak a küldőnek is, meg annak a közösségnek is, ahonnan ezt ugye küldték, és utána ő ezt egy ugye éveken keresztül, lásd, ugye hál' is hangzott itten, hogy több éven keresztül is meg lehetett választani. Tehát ha jól értem, Laci bácsi, akkor igen, bizony volt rá eset arra, hogy sajnos közben kellett szólni a vezetésnek, hogy az a diák igazgató, akit a gyerektársai megválasztottak, az nem volt alkalmas erre. Tehát volt rá. Volt, igen. Remélem, bízom benne, Laci bácsi felé ez a kérdés nem lesz manipulatív kérdés, de tudna mondani, mert volt-e olyan, aki és most ezt időjelzőbe teszem ezt a kérdést, hogy kedvenc. Tehát volt-e kedvenc? Vezető? Igazgató megválasztott, igen. Hát, hogy mondjam, erre nehéz választani, mert az adott időszakban mindnek kedvencnek kellett lenni. Tehát ez így tudom mondani, tehát most, hogyha nagyon szubjektív vagyunk és kettesbe beszélgetünk, ezt nem hallja senki se, de nyugodtan meghallhatja, akkor azt mondom, hogy te, ameddig az voltál, értelemszerűen kedvenc voltál, sőt azt hiszem, hogy ha meg kellett erősíteni, akkor ebben meg is erősítettelek, hiszen biztos, hogy mindig volt olyan, hogy nem elég már a Horváth Robiból, lehetne már más is, vagy miért ilyen sokáig a fiúk, ugye előjött a lány kérdés, tehát ezeket, de ugye itt azt mondtam, hogy most ha lesz olyan lány, akkor én leszek az első, aki biztos, hogy aki a Robit legalább hasonlóan meg tudja közelíteni, vagy netán jobb, mert ugye mindnyájunknál van jobb, tehát ezt én azt gondolom, hogy így mértük,
De én azt hiszem, hogy nagyon sok lány, és volt, hiszen voltak a lányok is, főleg az első időben, ha visszaemlékszel, akkor is. Az első időben nagyon sok ügyes lány társ volt, aki itt vezetőként szerepelt, és én azt gondolom, hogy nem is rosszul. Nem is rosszul, hogy azt hol vesztették el ők a fonalat, vagy mikor kerültek ki, hiszen tényleg voltak nagyon jó lányvezetők, és utána is voltak még egy-egy, azt hiszem, ilyen lányvezető az én időmben, aztán már pontosan nem tudom, hogy kik, de a lényeg az, hogy mindig volt ebből egy kisebb-nagyobb harc, de én azt gondolom, hogy én személy szerint, én azt is érzem, meg tudom, hogy nekem mindig azzal kellett dolgozni, aki éppen aktuálisan volt, és mindegyikre én úgy emlékszem, tehát nem tudok neked olyat mondani, hogy nagyon-nagyon most azt mondom, hogy kirívó, nálad egy dolgot tudok mondani, hogy azért visszaadjam a labdát, és legyen benne szubjektív, hogy 8 évig biztos nem volt senki, erre emlékszem. Tehát 1-2-3 évig talán voltak itt, akik tudták vinni ezt a megbízatást, de ilyen hosszú ideig, mint te, és én azt gondolom, hogy ez egy ritka alkalom, és talán ma is mondhatom, hogy én minden évre úgy emlékszem vissza, és mikor ugye ez már nem volt, mert kikerültél ebből a lehetőségből, akkor ugye bizony mondtuk, hogy nehéz lesz pótolni a Horváth Robit.